mai pár perces régészeti lelet ismertetésünkön egy nagyon szép és érdekes újkőkori ékszert szeretnék önöknek bemutatni, amely egyébként a Damjanich János Múzeum állandó kiállításán meg is tekinthető. Ez az ékszer Mezőtúr határában került elő. Sajnos a körülményekről nagyon keveset tudunk, hogy hogy találták ezt a kis gyöngysort, de biztosak lehetünk abban, hogy temetkezésből, sírból származik, mert ilyen összetételű ékszerek a leggyakrabban, majdhogynem 100%-ban női sírokból származnak, ott találjuk meg őket. Miből áll ez a kis ékszer, ami valószínűleg hosszabban lehetett egyébként, lazábban volt felfűzve, és egy hosszabb nyaklánc részét képezte. Hát a kerek ilyen karika alakú, vagy korong alakú szemek, azok kőből vannak kicsiszolva, hát mészkőből. Márványgyöngynek hívják a régészek, de hát mészkőből készültek ezek. Aztán ilyen nagyobb méretű, fehéres színű, úgy tűnik, mintha ha állatfog lenne, olyan részét is láthatjuk ennek az ékszernek, de ez nem, erről beszélek, erről a darabról, de ez nem állatfogból készült, nem egy állatnak a foga van kifúrva, hanem ez az úgynevezett spondylus kagylónak a töredéke darabja, és azt csiszolták meg ilyen valóban állatfog formájúra. Ez a spondylus kagyló, ez az újkőkor végén, amely időszakból ez az ékszer származik, ez körülbelül olyan időszámításunk előtt 3-3,5 ezerben történt egyébként. Ez a spondylus kagyló, ez kedvelt ékszere volt ennek az időszaknak. A manapság ilyen kagylófajtát, ez egyébként a magyar neve az tüskés osztriga ennek a kagylófajtának. Ezt a kagylófajtát manapság meleg tengerekben lehet megtalálni, trópusi tengerekben. Hát most mindenkiben felmerülhet a kérdés, hogy olyan messzire mentek ezért az ékszerért. Nem, ez valószínűleg fosszília. Tehát egy megkövesedett kagylóhéjnak a töredéke, amelyet végül is bárhol a mészkőhegységekben bárhol lehet Magyarország területén gyűjteni. De ami a legérdekesebb, a többi része ennek az ékszernek, ezek a kis fogacskák, ezek a kis apró fogacskák, ugyanis ezek a kis fogak, ezeket ma is nagyon jól ismerik, és értékes vadászsákmányként tartják számon, ez az úgynevezett szarvasgyöngyfog. Ez a szarvas állkapcsában fellelhető ilyen elkorcsosult szemfog egyébként a szarvas gyöngy, és ebből ugye két darab van egy szarvas szájában. Emiatt aztán ez nagyon értékes ékszer volt már az őskortól kezdődően, ugyanis nagyon szép formájú, szép színű, nagyon szép gyöngyszemeket lehet belőle készíteni. Manapság is egyébként vadásztrófeaként hordják. Csak hogy ennek a szarvas gyöngynek, amit itt a kezemben tartok, van egy nagyon különleges érdekessége, ugyanis ez nem szarvasfog. Ezek a kis szarvasfogat utánzó ékszerdarabkák, ezek csontból készültek, sima állatcsontból faragták ki őket, addig-addig csiszolták, faragták, amíg nagyon-nagyon úgy néz ki, mint a szarvasfog lenne. Tulajdonképpen úgy azt kell, hogy mondjam, hogy ez az újkőkor bizsúja. Tehát egy értékes, ritka és drága ékszernek az olcsó másolata, amit viszont már bárki meg tudott szerezni, és egy szép gyöngysorrá össze tudott fűzni. Nagyon érdekes ilyen szemmel figyelni ezt a kis gyöngysort, ezt az újkőkori ékszert, mert ez azt mutatja, hogy a szépre mindenkor igény volt és szükség volt, tehát aki nem tudta megfizetni, az bizony csak az olcsó másolatig jutott el.